Hello mindenki! Múltkori videón, amiket összekevertem, lehet, hogy nem kellett volna, de én akkor átedzettem. Nem is tudom, hol kezdjem, hogy hol fejeztem abba. A lényeg az, hogy ezeket a termékeket nem szabad összekeverni. De... mert ezt csak direkt beadják nekünk, hogy ne tudjunk egy jót edzeni, mert én összekevertem mindegyik, egy kis késhányit, egy kis kanálnyit, egy kis csipetnyit, angyafaszányit. De... ezek a durrantók, meg ezek a többi dolgok, hogy össze konvergáltak a testemben. Lementem a terembe is, és mint egy más világ lett volna, minden súly könnyebb volt. Teli voltam energiával, jókedvű voltam. És... már mondom, kocogok, egy kicsit bemelegítek. Aztán az lett belőle, hogy ráálltam a futópadra, és 2-3 kilométer nekem jó lesz, aztán edzünk, ugye? Tehát így edzés szempontból, amiket most mondok végül is, ezt lehet, hogy az egészet fütyüljétek, hogy vágjátok is, mert baromság, tehát normális emberét nem csinál, hozzá kell, hogy tegyem. Tehát max vesz egy ilyet, vagy egy ilyet, de hogy az összeset, az nem normális, és hogy főleg ráadásul össze is keveri. De mindegy, én bírom így a végleteket, feszegetem a határokat, kurva jól néz ki egyébként, nem? Na, a lényeg az, hogy próbálgatom, mit bír a test, aztán az enyém az bírja. Úgyhogy először kezdtem a futás pár kilométerrel, most meg már 15-20-akat simán lefutok, csak úgy megunatkozom, el se fáradok. Ezek nélkül is megy, tehát hozzáteszem, hogy ezek nélkül is megy az edzés, nem szarozok. És ezekkel, meg hogy mondjam, egy élmény. Olyan, hogy mondjuk ezek nélkül, hogy is mondta, ja, tehát kólázó vagy traubizó, kóla vagy traubi, de a lényeg, hogy ezek nélkül olyan, mint hogyha mondjuk mennél egy Dacia-val, nem várja Dacia-val, Duster, az már gyártkocsikat. A lényeg, mint hogy mennél, közlekednél a városban, ezek nélkül is lehet edzeni, akaraterő van, ha évekig csinálja valaki, akkor megy, ennyi. Na helyhó, lemerült az előbb a kurva aksi, úgyhogy most nem tudom, hogy hol tartottam, de a lényeg az, hogy ezeket, hogyha az ember edzéshez kiegészítőként használja, ami amúgy nem egy egészségtelen dolog szerintem, olyan, mint amikor a autóvezetési élményét Trabantról mondjuk egy jó menő luxuskocsira cserélve, tehát az egész sportot örömként éled meg, következő napot alig várod, hogy újra ezt tehesd. Hát barom meg, világít a kurva vakut, bekapcsoltam, hogy szégyellős vagyok, pedig csak egy kurva telefon. Na, sajnálom, nincs is senki. Ja, ez a póló azért van rajtam, mert nem nyár van, amúgy nincs jelentősége. Csak annyi, hogy tetszik a színe. Valami rendezvény volt itt a parton. Sok kigyúrt állat volt, ott láttam ezt a terméket, állat ez a Skydeck-te. Ez olyan, mint... hát úgyis kifütyülni, mint Isten pinálja. Tehát ízre is olyan, meg a hatása is olyan. Ezt a kurva szipogást. Ezért nem is szeretlek az éles életbe, meg a többibe. Hogy mi van, éles sója? Ja. Szóval azokba, mert itt gondok vannak, egyből szipogok meg, úgy beszélek, mint aki paraszt, mert felövettem a nyelvembe egy ilyet. És amiatt egy kicsit néha még pöszén is beszélek.